Itt a táborban milyen rabok voltak? Hát ez különböző. Hogy mondjam magának? Na, hogy érti az, hogy milyenek? Mi miatt kerültek ide? Hát azt mindent, most itt van 1000 ember. Most ha magát kérdezném, hogy most az a ezredik miért van itt, maga se tudná megmondani. Még ugyanúgy nem tudom én se. Nem személy szerint kérdezem. Na olyan van, kérem szépen, hogy volt benne pap, volt benne szociáldemokrata, volt benne hortista, katonatisztek. Hát volt olyan, hogy gépészmérnök, korábbi vezérigazgató. A 6018-as ügy, a diák ellenállók ügye. 1944. márciusában, amikor a németek bevonultak az országba, és amikor Bajcsizsinszki rájuk lőtt, akkor a kommunista párt kiadta az utasítást az ifjúsági tagoknak, hogy vissza kell nekik, föld alá kell nekik menni, és a legfontosabb, amit ők csinálhatnak, az, hogy átmentsék magukat, az életüket a háború utáni időkre. Szóval így maradtunk aztán, de szóval nem, a nem kommunisták a diák szövetség ellenállási mozgalmába. Már nyilvánvalóvá vált bennünk akkori fiatalokban, hogy itt nem elég destrukció, nem elég németellenes, vagy mondhatjuk azt, hogy más politikai felfordulás, mint amit az akkori rendszer képviselt, hanem itt aktívnak aktivitásba kell átmenni. Szükség volt egy nagyon határozott és konkrét szervezési mód szerint dolgozó csoportra, amelyik azután először a röpirasok szorosításokat, utána pedig a robbantásokat és fegyveres akciókat hajtotta végre. De ezek a robbantások sohasem indultak személyek ellen, hanem úgynevezett figyelmeztető robbantások voltak, mondjuk a műegyetemen. Ne menjetek ki nyugatra! Nem volt természetesen valami modern pokolgép, vagy ilyesmi, kanócot kellett gyufával meggyújtani. Aztán voltak ugye hát a kiadványaink, a ropirataink és egyéb dolgok. Nyilas és jobboldali könyvesboltoknak a robbantása és egyéb dolgok. Ki volt az akciós csoportnak a vezetője? Zimányi Tibi. Az erők egyesítése érdekében létrehoztuk a Magyar Diákok Szabadság Frontját, amely egyesítette a budapesti egyetemeken lévő valamennyi ellenállási ifjúsági csoportot. Ez volt a megfogható, a hivatalos ellenállási mozgalom, amelyik csatlakozott a felnőttek Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontjához. Éreztük, hogy itt van egy szerencsétlen ország, teljesen tisztán, világosan látjuk, hogy mi lesz a következő években a magyarság sorsa, ha teljes egészében kiszolgáltatjuk magunkat a németeknek, és senki nem dokumentálja azt, hogy itt nem mindenki német barát, hanem igenis az ország jelentős része, ha esetleg nem is aktívan, de legalább passzívan gyűlöli a németeket, tehát ezért legalább egy-egy olyan tényt akartunk produkálni, amire kénytelenek felfigyelni. 1944. decemberében elfogott bennünket a nemzeti számon kérő különítmény, dr. Balassa csoportja, amelyik egy ilyen a nyilas szálasi kormánynak volt tulajdonképpen az úgynevezett ökle. Tehát a barátaim nagy része ekkor került a Margit körútra. Én ekkor még megúsztam, azonban december 22-én egy vendéglői razzia során én is a kezükbe kerültem. A Tebe utcában volt egy ilyen meglehetősen baloldali kommunista szervezet, és onnan kaptuk a robbanószereket. Ez a Tebe utca soha nem bukott le. Mindig utánam voltak, mindig vertek engem, mindig próbáltak kényszeríteni arról, hogy mondjam meg. Én mindig mondtam neki különböző történeteket. A Tebe utca, és rajtam keresztül, ez igazán az egyetlen igazi dolog, amire igazán mindig büszke maradok, rajtam keresztül soha senki nem bukott le. 1944 karácsonyán bezárult Budapest körül az ostromgyűrű. Alig, ha nem ez mentette meg az elfogott diák ellenállók életét.
A háború után közülük került ki a demokratikus ifjúsági mozgalom számos vezetője, mert megvolt a kellő erkölcsi alapjuk ahhoz, hogy beleszóljanak az új társadalom kialakulásába. Nem így történt. Sorsuk másként alakult. Ahogy a politikai pártok megalakultak és egyre erősebb lett a politikai pártok egymás közötti harca, tulajdonképpen a hatalomért és a lakosság, a magyar nép megnyeréséért, úgy polarizálódott az ifjúsági vonal is. Én még az ellenállási mozgalomban közelebbi kapcsolatba kerültem Fehér Lajossal. Ő akart tulajdonképpen a politikai rendőrségre vinni, mert ő akkor a politikai rendőrség helyettes főnöke volt, de ezt én nem vállaltam, és akkor az ő kérésére csak a budapesti rendőrkapitányságon helyezkedtem el, mint főhadnagy. Miért nem ment el a politikai rendőrségre? Hogy? Miért nem ment el a politikai rendőrségre? Akkor már olyan jeleket láttam tulajdonképpen, amikben nem szerettem volna személy szerint részt venni. Szóval olyan megtorlások voltak, amelyek indokolatlanok voltak. Illetve a nyomozások nem úgy folytak, ahogy hát kellett volna. Az a szörnyű álláspont érlelődött meg bennem, hogy a magyar demokráciának vége van. Hogy mi éltünk bizonyos mértékig 1945-től 1947 végéig. Ez az életünk. Ez a politikai életünk alapvetőleg. És ezzel végeredményben befejeződött. Gyakorlatilag ez a rendőrségi állás is egy visszavonulás volt már részemre, mert politikai tevékenységet már akkor nem is engedtek gyakorlatilag folytatni, mert barátaim is kiszorultak, méghozzá nem választások révén, hanem erőszakos föllépések révén. Azután a rendőrségtől is kiléptem, mert egyáltalán nem értettem részt azzal a tevékenységgel, nem ahol épsejtje az én közvetlen területem, hanem általában. 1948-ban, mondva csinált vádakkal, sorba letartóztatták a volt diák ellenállókat. A lakásomon, tehát nem határátlépési kísérlet közben tartóztattak le. Hát azt mondták, hogy határátlépési kísérletet fogok elkövetni, vagy akartam elkövetni. De mondom, Budapestet se hagytam, sőt, még útlevélkérelmem is volt. Rajtam kívül 18-20 személyt tartóztattak le. Ezek voltak tulajdonképpen az 1945 utáni magyar ifjúságpolitikának különböző pártállású reprezentánsai. Az ügyirat számunk 6018-as volt, amelyik később egy fogalommá is vált. Sorra kerültek azok, akiknek valami érdemük volt, akik úgy érezték, hogy esetleg beleszólhatnak, mert van erkölcsi alapjuk a politikába. Elém tettek egy körülbelül 30 nevet tartalmazó névsort, és megkérdezte az egyik nyomozó, Busztin Gábor főhadnagy, hogy kiket ismerek ezek közül, akik a névsoron szerepelnek. Kiderült, hogy 4-5 olyan név volt, akiknek a tulajdonosát valóban nem csak hogy ismertem, de barátaim voltak, és akikkel a háború utolsó esztendeiben részt vettem az úgynevezett ifjúsági ellenállási mozgalomban. Busztin főhadnagy elém tolta a jegyzőkönyvet, végigolvastatta velem, és ebben az állt, hogy azokkal a személyekkel, akiket én felismertem a névsorban, 1948 tavaszától kezdve összeesküdtem az államrend megdöntésére. És mondtam, hogy nem írom alá. Miért nem írja alá? Mondtam, mert ez nem igaz. Nem esküdtem össze senki ellen, és nem követtem el semmiféle adatszolgáltatást. Behívott két őrt, a két őr átvitt egy másik szobába, ahol 4 tagba szakadt ember állt, kettőjük kezében gumibot volt, és alig léptem be az ajtón, amikor kettő elkapta jobbról-balról a karomat, letepertek, lerángatták a nadrágomat, lehúzták a cipőmet, hasra fektettek, és a két gumibotos az elkezdett verni. Kihallgatott engem Péter Gábor, és azt mondja, hogy pontosan tudjuk a maga múltját, magának minden lehetősége. Megvolt arra,
hogy fontos politikai szerepet töltsön be a népi demokráciában. De nem élt ezzel a lehetőséggel, és csatlakozott a magyar nép ellenségeihez. Visszavittek a Busztin Gáborhoz, akkor már nem túlságosan sok energia volt bennem, azt az egyik őjük húzott, és nem igen tudtam a talpamra állni, mert azt verték már akkor véresre. Emlékszem rá, hogy mikor leültem a székre, lenéztem a lábam alá, mind a két talpam alatt nem volt vértócsa még, de már vérnyomok voltak, felszakították a bőrömet. Kezemben nyomta a tollat, és rám szólt, hogy na, aláírja? Nem szóltam egy árva szót sem, tartottam a kezembe a tollat, nem mondtam, hogy nem írom alá, sem mondtam, hogy aláírom. Nézett rám, aláírja, megint nem szóltam semmit. A bátyám miután eltűntem egy hétre, és semmit nem tudtak rólam, bement az AVH internási osztályának főnökéhez, Décsi Gyulához, akit még 1944-ből ismert, a pénzintézeti központ jogügyi osztályán dolgoztak egy szobában. Mint később elmeséltek 4-5 év után, a következő párbeszéd zajlott le ő közte és Décsi Gyula között. Gyula, elvittétek az öcsémet. Azt mondja, tudom, itt ül alattunk a pincében. És a bátyám azt mondja, és a szabadna tudnom nem csak mint ügyvéd, hanem mint a bátyja is, mivel vádoljátok. Erre Décsi Gyula, kémkedés, hazarás, összeesküvés. Ebben az ügyben 20 szemét tartóztattunk le, és valószínűleg egy ifjúsági per lesz belőle, amiben 3 vagy 4 halálos ítélet várható. Erre a bátyám azt kérdezte tőle, hogy és az öcsém hányadrendű vádlott lenne. A Décsi Gyula cinikusan azt mondta, 3. vagy 4. 10 nap hallgatás után megint fölvittek ehhez a előadóhoz, akkor megint elém tette a alá nem írt jegyzőkönyvet, és megkérdezte, hogy hajlandó vagyok aláírni, vagy nem. Mondtam, hogy nem. Miért nem írom alá? Azért nem írom alá, mondtam, mert semmiféle bűnt el nem követtem, semmiféle valótlanságot én életemben alá nem írtam, most sem írok alá. És akkor újra kezdődött. Nagyjából azonos módon a verés, de ez alkalommal már hátamra is fektettek, és nem csak a talpamat verték, hanem a lábfejemet is, ugyannyira, hogy a két lábam nagyujjáról teljes egészében leverték a körmöt. Ma sem nő rajta köröm. Annyira furcsa volt, annyira meg kellett barátkodni azzal, hogy kémkedtem, hogy adatot szolgáltattam olyan személynek, akit nem is láttam soha. És ön ezeket a vádakat elismerte, hogy kémkedett, vagy hát tiltakozott? Jegyzőkönyvet kénytelen voltam aláírni, mert már éreztem, hogy egyszerűen nem bírom fizikailag a verést. Nagyon nehezen jártam, mezit láb, mert nem tudtam a cipőmet felhúzni, zoknim nem volt. Visszaemlékszem a hideg téglából kirakott folyosónak a kövezetére, és Busztin Gábor megint elővette a jegyzőkönyvet, aláírja, nem írja. Nem írom alá, mondta. Visszavittek abba a bizonyos verőszobába, nem fektettek hasra, nem fektettek a hátamra, hanem most már akkor nem 4 verőember volt bent a helyiségben, hanem 6, és akkor körbeálltak, engem közbe dobtak, és egymásnak haigálva ütöttek. Államra vertek, a tarkomra vertek, a mellkasomra vertek, hasba rúgtak. Valahogy részben azt hiszem a makacs természetem miatt semmiféle fájdalmat nem mutattam. Nem sírtam, nem jajgattam, kisenyítottam a számat. Az egyik állkapcson vágott, és azt hiszem, hogy akkor elájultam, leestem a földre, felrángattak, és valahonnan, de nem tudnám megmondani, hogy honnan, előrángatták az én régi, hosszú, fehér sejjem sálamat, kétszer megtekerték a nyakamon, és egy falon függő fogasra felakasztottak. Úgy, hogy 2 fogták a lábomat, és a másik 2 pedig feltett a fogasra. Nem tudom, hogy hány másodpercig lóghattam, de már fuldokoltam akkor, amikor végre leemeltek a fogasról, összeestem a fal mellett, 2 verőlegény visszavitt megint a Busztin szobájába, akkor már nem tudtam járni, leültetett a székre, Busztin Gábor nézett rám, majd egy idő múlva megint elővette a jegyzőkönyvet, és megkérdezte, most már szinte szokása szerint, aláírja, vagy nem írja alá. Mondtam, hogy nem írom alá.
és valahogy az arca megváltozott, elképesztő gyűlölet jelent meg az arcán, mintha egy karvait láttam volna maga előtt, akinek az arcára ráült az, hogy valamit, amit el akart érni, az neki nem sikerült. Pontosan nem tudnám megmondani, mi tette ilyenné a Busztin Gábort. Én már a szabadulásom után tudtam meg azt, hogy valamikor 1945 vagy 46-ban a bátyját valahol az Alföldön, aki az államvédelmi hatóságnak volt az ember, vagy a politikai rendőrség ember, agyonverték a parasztok. És az egyik barátom, aki a Busztin Gábort korábbról ismerte, Bíró András, mesélte el nekem azt, hogy ő van, amikor a második kerületben a párt ifi mozgalmában együtt dolgozott ezzel a Busztin Gáborral, és onnan tudja, hogy a Busztin Gábornak a családját kiirtották, vagy legalábbis a szüleit, vagy pedig hozzátartozóit, a bátyát pedig agyonverték. Meg lehet, hogy ez a sérülés változtatta ilyenné a Busztin Gábort. De ez mind csak feltevés. Egyik napon az András út 60-ban csak azt vettük észre, hogy valami változás történt a sorsunkban. Úgy gondolták, hogy per nélkül valószínűleg Recsken el tudnak minket intézni, illetve a likvidálásunkat. Készhez kaptunk egy határozatot, amely úgy szólt, hogy államvédelmi okokból őrizetben tartását szükségesnek tartom. Az anyagaikkal kapcsolatba kerültem, hogy megjött a térségbe az anyag, hogy XY, és akkor a következő szöveg annyira benne van most is, hogy szóval fantasztikus nyomorúzás, hogy internálása államvédelmi okból szükségessé vált, de semmi indok, hogy az ember mit követett el. Akkor kezdtem gondolkodni, legalábbis én, hogy szóval ez valami nagyon, nagyon kellemes, de valami nem valami helyes dolog, amit ott csinálnak. Én, ha lehet, szerinteltem, én nem voltam fenn az objektumban. Tulajdonképpen az egész dolog nem tetszett, de hát ki mert akkor szólni. Na hát ott meghatározottan idejű, tehát internált személyek voltak. Ennek az összetétele nagyon vegyes volt. Volt ott Horthy katonatiszt, mint például a Kéri Kálmán is. Na de ezeknek, ezt is hadd tegyem hozzá, ezeknek nagy része az volt, akit a Magyar Néphadsereg átvett. És tovább dolgoztak a Néphadsereg megalakításán, fegyveres tetületek megalakítása. 1944. október 15-én az Kárpátokban harcoló első magyar hadseregnek vezérkari főnöke voltam. A hadsereg feladata volt a Kárpátok gerincének védelme. A fegyverszüneti tárgyalásokról nem volt képem. Tehát, hogy mi folyik le a budapesti vár és Moszkva között, milyen tárgyalások, milyen megállapodások, azt nem tudtam. Ebből kifolyólag 1944. október 15-én a kormányzói proklamáció teljesen váratlanul ért. Hát nem tudtam senkinek, egy hadtest vezérkari főnöknek, egy hadtest parancsnoknak sem világos feladatot adni, hogy mi a feladatuk. Hogy ezt megtudjam, a németekhez már nem fordulhattam, Budapestet nem kapcsolták, hát akkor kimarad. Hát az a szerv, akitől a kormányzó fegyverszünetet kér. Tehát meg akartam ismerni először, vajon van-e fegyverszünet, másodszor, ha van, mik annak a feltételei, harmadszor, e feltételekből mi hárul erre a hadseregre, melynek vezérkari főnöke vagyok. Elhatároztam tehát, hogy felveszem a kapcsolatot a Vörös Hadsereggel, meg akarok indulni, és Miklós Béla azt mondja, ő is nyomatékot akar adni ennek. Tárgyalásra ő is átjön. Én nem arra számoltam, hogy én a Vörös Hadsereg vendégségét fogom élvezni, hanem hogy én másnap visszaérek, megtudván, hogy mi van. Na de ez nem következett be. Na most megindultunk, és mielőtt átléptük volna a magyar arcvonalat, odahívtam sofőreimet és legényemet, és azt mondtam nekik, én most átmegyek, ti családos emberek vagytok,
Nem kívánhatom ezt tőletek. Elvezetem én ezt az autót magam is. Dicsértök legyen mondva, hogy egytől egyik azt mondták, nem, mi az ezres úrral maradunk. Így ezek az emberek önszántukból és önként, és nem parancsra és nem kényszerből lépték át az arcvonalat. Hát átértünk, a két arcvonal között természetesen láttunk hullákat, lövések is, felénk is röpülte, hogy ki lőtt, honnan lőtt, azt nem lehetett megállítani. Hát végre megpillantottunk egy orosz kozákot, ő csak lóáton volt, mi autón, utolértük, és megmondtuk, hogy vezesse minket ide és ide a hadosztályparancsnoksághoz. Mert mi tudtuk azt, hogy hol van az. Alig, hogy átértünk, egy vacsora volt, amit ők adtak tiszteletünkre. Tehát a Vörös Hadsereg. Ezen Mechlisnek volt egy kijelentése. Úgy szólt, hogy a németek már nem tudnak küzdeni, már nem számavető ellenség. Miután megszoktam, hogy volt előjáróimnak mindenkor, az igazat jelentettem, ott kijelentettem, hogy kibírják ezek még húsvétig is. Ezt a Mechlis egy súlyos sértésnek tekintette, hogy én vele szembe kerültem. Ki volt ez a Mechlis? Mechlis a negyedik ukrán front, tehát politikai vezetője volt. A második az volt, hogy követeltem kísérőinknek a kiadását fogolytáborból, valamint minden javunknak az átadását. Ezért most úgy vélik, hogy ez egy apolitikus cselekmény volt. Tehát inkább kellett volna hagynom a kísérőinknek a fogolytáborban, a Szibériába szállítását, a gépkocsainak a visszahagyását, előttem pedig az lebegett, ezek az új honvédség első katonái, és a gépkocsik pedig az első gépkocsai. Olyan emberekkel volt szerencsém ottak az életbe találkozni, olyanokat jelöltek ki számomra, hogy hát az egy külön önálló nagy élmény, nagy feladat volt. Hát én egy hetekig sokszor beszélgettem egy emberről, és írtak, és regényt írtak. Elolvasni dolog volt. Még aztán el is olvastam, jó, hát elolvastam, biztos igaz. Tehát egy részét meg se értettem, hogy miről van szó. Hát olyan nagy koncepciókról, meg mit tudom, hogy mikről volt szó, hogy az meghaladt az én képességemet, bevallom őszintén. Pardon. Pártai Tivadar vagyok. A Független Kisgada pártnak utolsó még élő alapító tagja. 1932-től vagyok tagja. A Horthy rendszer és a Szálasi rendszer alatt internálva voltam, a Szálasék alatt helyesebben bujkáltam. 1939-ben képviselőjelölt voltam, 45-ben, 47-ben képviselő voltam. 48 késő nyarán, augusztusban Dobi István közölte velem, hogy a Rákosi meghívott engem vacsorára. Ez eléggé furcsa dolog volt, és én mindjárt gondoltam, hogy ez nem egy sima ügy. Hát elmentem a vacsorára, ahol a kommunista részről ott volt a Rákosi, a Révai, a Rajk és a Farkas Mihály. Tőlünk is volt egy pár ember. Vacsora után kezdődött egy vita, amelyikben először vetette föl Rákosi azt az igényét a kommunista pártnak, hogy a falu szocializálása címén TSZ-eket kell szervezni, stb. Stb. Szóval azt a földet, amit előtte nagy csindadattával kiosztottunk, nagybirtokot, azt most visszaszedni és bevinni egy nagybirtokba. Én ez ellen a legélesebben tiltakoztam. Na, reggel 3-ig tartott ez a vita, teljesen eredménytelenül záródott, és utána én mondtam a Dobinak, hogy ezek után én már nem óvajtok politizálni, mert én ebben nem veszek részt, én nem vagyok hajlandó, amit megtagadni a 20 éves múltamat. Így aztán 49. február 8-án elhívtak 10 perc beszélgetésre. Hová? Aztán kisült, hogy kikötöttünk az Aradi utcába, a 60-nak a hátsó kapuján bementünk, és 50-60 hónap múlva jöttem haza a 10 percből. Átadtak, mint később kiderült, a Décsi Gyulának a osztályához.
A csoport, ahova kerültem, az egy Ács nevű alezredes vezette, a kihallgató az Vágó nevű, az előadón Vágó nevű százados volt, a csoport tagjai voltak azon kívül egy Toldi nevű százados, egy Sásdi nevű hadnagy, nem rossz indulat, és egy Busztin nevű fenékig gonosz és rossz indulatú hadnagy, aki a kihallgatások alatt állandóan arra törekedett, hogy vagy a szememet verje ki, vagy a vesémet tudja leverni. Akkor fölvittek egy emelettel följebb, egy szobába, ahol a Péter Gábor ült egy íróasztal mögött, és mellette állt négy vagy öt ilyen jól megtermett atléta kinézetelő ifjú. Péter Gábor felugrott, belevágott az arcomba ökörrel, és azt mondta, na te rohadt fasiszta, csak hogy te is itt vagy már. A végén aztán a felsorolt vádakból született egy kisegér, amelyik véghatározott úgy szól, tudomása volt barátai disszidálási szándékáról. De akkor már én nem voltam hajlandó semmit aláírni, ezt se írtam alá, mire az előadom a Vágó százados azt mondta, hogy hát értse meg, hogy ez nem tőlem függ, hát utasításom, mondom, akkor vigyen oda, aki az utasítást kiadta. Erre szónépű fölállt és átkísért Décsi ezredes úrhoz. Akkor láttam először. Közölte velem rendkívül barátságos hangon, hogy ugyebár így, ahogy most ön van, nem engedhetem el, mert ön képes elmenni a miniszterelnökhöz is megmutatni. Nem, hogy kép, el is megyek. Hát össze voltam égetve, csupa vér voltam, stb. Na látja, mondta nekem, pár hét vagy egy-két hónap kell, ameddig rendbe jön, ha maga aláírja ezt a véghatározatot, akkor én még ma átvitetem Budadélre, és becsület szavat adom, hogy pár hónap múlva otthon lesz. Én azt mondtam neki erre, hogy nézze, kérem, én a maga becsület szavát semmire se becsülem. Maga nekem ne adja becsület szavát, én nem írok alá semmit. Aznap este elvittek Budadélre. Tehát a Décsi Gyulának a felelőssége nem kisebb, mint a Péter Gábori, aki szintén élvezi az altábornagyi nyugdíjat és semmi baj, vagy mint a Timár Istváné, aki ugye hát rehabilitálva lett és minden. Ezek az emberek sokkal, de sokkal felelősebbek, mint azok a közlegények vagy őrmesterek, akik kegyetlenkedtek. Nem én vagyok a politikus. Azok az emberek, akiket idehoztak, akik ide küldték őket, inkább jobban mondva, meg minket is, ők adjanak számot arról az, hogy miért kellett az, hogy ide hozzák őket. Hisz minden egyének megvan a saját maga. Tehát én nekem lelkiismeretfurdalásom nincs. Végső soron én feladatot teljesítettem, és hogyha máma megszabják a feladatomat, máma is azt fogom teljesíteni. Mindenkor. Mindenkor. Volt, hogy egész nap például, vagy egész héten kihallgattam. Összegyűjtöttem azokat az embereket, akik kémgyanúsak, például a francia hírszerző, MHBK, az amerikai, a CISZ hírszerző szervezetnek, német hírszerző, és azok, ezek gyanúval voltak benne rá, nem lehetett bizonyítani. Én szívesen elbeszélgettem ezekkel az emberekkel, hiszen mi nyomozott, valóban nagyon kezdő voltam, és azt hiszem, hogy sokat is tanultam is tőlük. Levontam azt, ami hasznos, félretettem azt, ami nem hasznos. Györgyei Ferenc Aladár vagyok, Budapesten születtem 1925-ben, diák voltam a bölcsészkaron, 1948-ban letartóztattak azzal, hogy De Gaulle tábornoknak a kémje voltam. Ez egy ritka megtiszteltetés volt, ezt megtiszteltetést elfogadtam. Budadélen voltam, Kistarcsán, aztán Recskre kerültem. Recsk után még elítéltek, úgyhogy 8 évet kaptam összesen, és 56 áprilisában szabadultam. Mentem az utcán reggel, és egy kéz nehezedett a vállamra, és azt mondta, hogy Görgei úr? Mondtam, nem, nem, Györgyei, de hát azért gondoltam, hogy rólam van szó. Én önt a törvény nevében, most már nem is tudom, a törvény nevében, nem, a népköztársaság nevében letartóztatom. És mondtam, miért? Azt mondja, mint tanút.
Mondom, nekem nagyon fontos dolgaim vannak. Fél óránál tovább nem tarthat, mondta ő. Jöjjön, Görgei úr. Ezzel odaintett egy taxit, sose lehetett taxit kapni, neki sikerült. Beültünk, kihúzott egy hatalmas revolvert, az belenyomta az oldalamba, és odaszólt a sofőrnek, hogy Csengeri utca, nem tudom mennyi. Mire én azt mondtam ilyen stílusosan, hogy legalább nem az András út 60-ba megyünk. Á, persze, hogy nem mondta ő. Mosolyogva eltette a revolvert, jó volt a hangulat, kivéve, hogy én rájöttem, hogy az Andrássy út 60 és a Csenger, az a Csengeri utca sarkán van. De azért a 3 percért képes volt hazudni nekem. És akkor megérkeztünk, bevittek már a folyosón, ahogy mentünk fölfelé a lépcsőn, aki szembe jött, az mind megkérdezte, elfogtátok, elkaptátok? És ez az ember, ez a, aki Görgeinek szólított állandóan, ez mindig mondta, hogy igen. És akkor bevittek egy szobába, a főkihallgató az hozzám fordult, és azt mondta, hogy mi az ön véleménye Rooseveltről. Elmondtam. Mi a véleménye Churchillről? Elmondtam. Mi a véleménye de Gaulle-ról? És abban a pillanatban leesett a krajcár. Akkor tudtam, akkor már tudtam, miről van szó, és tudtam, hogy én de Gaulle-nak a kémje leszek. Mégpedig azért, mert egy diáktársam, aki Párizsba ment, az egy francia diáknak megadta a nevemet. Aki meglátogatott, én nem tudtam franciául, ő nem tudott németül, én nem tudtam angolul, ő nem tudott magyarul, szóval nem tudtunk egymással értekezni. Csak annyit tudtam meg, hogy ő de Gaulle ellenállásában, de Gaulle hadseregébe volt tiszt. Ennyit megértettem. Hát végül valahogy kiderült, hogy azt szerette volna tudni, hogy az orosz vágányok széles vágányok. Az európai vágányok keskeny vágányok. Hogy a magyar vágányokat átépítették-e szélesre. Hát ezt én nem tudom megállapítani, illetve csak akkor tudom megállapítani, ha látok egy széles vágányt és egy keskeny vágányt. Mert egy keskeny vágány magában nem keskeny, az egy vágány, ugye? Szakember kell ehhez. Ő se lehetett egy nagy szakember, mert egy kém, aki vonattal érkezett Bécsből Magyarországra, és még mindig nem tudta megállapítani, hogy azt hiszem csak érdekelte. Elvittem a Héfhez, ott már akkor elég sokat ittunk, mert minden kocsmába megálltunk, a szótárat elvesztettem, bukdácsoltunk a sineken, és aztán megszorította a kezemet, és eltűnt az éjszakában. Hát én ezt a történetet elmondtam embereknek, akik nagyon jól mulattak rajta, hogy milyen alacsony színvonalra került a kémkedés Európába, hogy már engem kérnek meg ilyen fontos tények megalapítására. Tehát volt egy valaki, aki nem nevetett olyan szívből, mint a többi, és hát ezt beköpte az ávon, és így kerültem én be, mint de Gaullista kém. Nem próbálta a kihallgatód megtudni, hogy te mit kémkedtél? Meg vagyok róla győződve, hogy tudta, hogy én nem kémkedtem. Hát ez nem is kérdéses. Nem érdekelte különösebben. És miért tartott bent? Hát valószínűleg normáját kellett teljesíteni. Érdekes módon, amikor a kezemet verte, azt kiabálta, hogy nem vagyok szadista, nekem ez nem okoz örömet. Tekintve, hogy addig nem vertek, amíg írtam, én nagyon hosszú ideig írtam. És rengeteg mindent írtam. És így kerültek bele a legkülönbözőbb dolgok, mondom, hát Franco, Frankot hogy kerülhetett bele? Mit írtál róla? Hát, hogy én pontosan mit írtam, azt nem tudom. 5 év múlva visszaolvasták nekem, illetve a nagy kihallgatás alatt, azt nem üti. És ott abban az volt, hogy én katonákat toboroztam Frankónak. Hát tekintve, hogy a spanyol polgárháború alkalmával 11 éves voltam, nem tudom, hogy milyen hatással tudtam a katonákat toborozni, azóta pedig Franco nem kért magyar katonákat. Gábori Györgynek hívnak,
1940-ben kapcsolódtam a szociáldemokrata mozgalomban. A Justus Pálnak voltam a tanítványa, aki az én véleményem szerint még a mai napig is Európa legjobb politikai közgazdásza volt, marxistája volt. És még ezt hozzá kell tennem azt, hogy végigjártam a mozgalomnak és a pártnak minden a ideológiai frakcióját. Voltam ortodox marxista, voltam trockista, és végül kikötöttem a szociáldemokrácia politikai koncepciójához, és a mai napig is úgy érzem, hogy ezt a koncepciót képviselem. 1944-ben bekerültem az ellenállási mozgalomban, ahol vörösre, feketére festett hajjal dolgoztam. Ahhoz, hogy a szeplőimet eltüntessék, a nap mint nap sminkoltak. És 1944. októberében a Gestapo letartóztatott. Fölkerültem a Gestapónak a kis Majestic pincéjébe, ahol végigmentem a kihallgatások minden fázisán. Először vertek, aztán gumibotoztak, aztán villanyoztak. Miután a szovjet hadsereg közeledett Budapest felé, a Gestapo úgy határozott, hogy Dachauba deportál. 1944. decemberében érkeztünk Dachauba. A cél és az útirány a gázkamra volt. Mondanom sem kell, hogy voltunk vagy 30-an, 40-en egyszerre a fürdőbe, és akkor fölhangzott a sikoly, és ott imádkoztak az Úristentől kezdve Jézushoz, Szűz Máriához, a zsidó Jehovához, hogy segítsen. És hosszú-hosszú másodpercek teltek el, amíg a gáz helyett víz jött. És amikor felöltöztettek bennünket, akkor kaptam egy piros háromszöget, ami azt jelentette, hogy politikai foglya vagyok a német koncentrációs tábornak. A sárga volt a zsidó, a fekete volt a közbüntényes, és a rózsaszín volt a homoszexuális. Augsburgból Burgóba kerültem, és Burgóban szabadított fel az amerikai hadsereg. Amikor úgy éreztem, hogy már elég erős vagyok, akkor hazaindultam, mert szent meggyőződésem volt, hogy egy új országot fogunk építeni. Rögtön a Szociáldemokrata Párt ifjúsági mozgalom nagybudapesti titkára voltam, és kezdettől fogva, ha szabad azt mondanom, az úgynevezett Justus frakcióhoz, csoporthoz tartoztam, sőt, ha talán nagyképű akarok lenni, akkor azt is mondhatnám, miután a Justusnak meglehetősen sok dolga volt, én lettem a csoport politikai vezetője. Elérkeztünk a 48-as, egyesüléshez, amit mondanság el első pillanattól kezdve elleneztünk. És akkor 1950 májusában nagyot rúgtak a lakásom ajtaján, és megjelent az ÁVO, és megkérdezték, hogy én vagyok-e én, és mondtam, hogy én vagyok én, és letartóztattak. És amikor az első előadótisztemhez kerültem, akkor már kész jegyzőkönyv volt, csak éppen alá kellett volna írnem. A jegyzőkönyvben ilyenek voltak. Justus Pálnak hozott csokoládéba kémjelentést. Egyik szervezője voltam az államhatalom a megdöntésére irányuló Justus frakciónak. És miután én sok mindent vállaltam volna, amit ugyan soha nem csináltam, egy dolgot nem voltam hajlandó első pillanattól vállalni, és ez a kémkedés volt. Úgy éreztem, én ugyan tudtam, hogy ők addig tartanak ott engem, amíg nekik jól esik, de azért gondoltam, nem adok talajt
az akasztásra. Én mindig és mindenkor, bármilyen magasrangú volt az ávós tiszt, én tudtam hivatkozni arra, hogy Dachauban voltam, gestapón voltam, ti is azt csináljátok. És ez soha nem tetszett nekik, nem szerették hallani. És bizony nagyon kevés ember mondta el az ávó nekik azt, hogy ti ugyanolyan vagytok, mint az SS brigantik. Én megtanultam a leckét, én olvastam a Trockinak a Mein Leben-jét, olvastam a fiam, barátom, harcostársam, Szedov. Én nagyon jól tudtam a 36-os perekről, én tudtam, hogy a Zinovjevet, Kamanyevet, a Rikovot hogyan és miképpen nyírták ki. Én pontosan ismertem a Dimitrovi, a Kominternek a Dimitrovi szalámi politikáját. Mi pontosan voltunk informálva arról, hogy mi történik a spanyol polgárháborúba, hogy akarja megfojtani Stalin a spanyol polgárháborút, hogyan lőttek Barcelonában a Togliatték és a Gerőjék, a komisszárok, a szociáldemokratákra, kommunistákra, akik nem voltak persze bolsik, és minden frakciójára a mozgalomnak. Mi ismertük a paktumot, amit Stalin kötött Hitlerrel. Szóval, ha szabad azt mondanom, mi nem voltunk felkészületlenek a mozgalomban mindarról, ami sztalinizmus jelentett, és ezért volt az, hogy 1945-től kezdve az egyesülésig mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez az egyesülés ne jön létre. Két héttel később kizavarnak a cellából, és lekísérnek az Andrássy út 60-i bejáratnak a folyosójára. Döbbenetes látvány volt. A folyosón ott állt egyik legjobb barátom, a Faludi György, a költő, Egri Gyurka, a szociáldemokrata ifjúsági vezető, ott voltak a trockisták, deményisták, és betettek egy zsupkocsiba, és nem tudtuk, hogy hová megyünk, de amikor megálltunk a kistarcsai tábor előtt, akkor már nem volt kérdéses. Hát azért még abban az időben elég sok ellensége volt Magyarországon a munkásosztálynak, a kommunista pártnak, a munkáshatalomnak, és ezek az emberek abban az időben még tevékenykednek olyan értelemben, negatív értelemben, hogy valahogy ne erősödjön meg ez a rendszer, és elég sok ember volt még akkor. Ezt én tapasztaltam nem csak itt Reske, hanem Budapesten is. Nevem Egri György. 1922-ben születtem, apám egy ismert ügyvéd volt Budapesten. A fiatal koromnak igazságkutató szándéka volt az, amelyik 1940-41-ben fokozatosan elvezetett a munkásmozgalomhoz. És a háború után hamarosan a Szociáldemokrata Párt ifjúsági mozgalmának, az úgynevezett SZIM-nek lettem a főtitkára, és a pártközpontban, ebben a beosztásban, részben pedig a Szociáldemokrata napilapoknál, a Népszavánál és a Világosságnál dolgoztam, mint újságíró. 1947-ben a két munkáspártnak az egyesülése után úgy döntöttek a felsőbb hatóságok, hogy politikai szerepet nem játszhatok, mert erre nem vagyok eléggé megbízható. Kineveztek egy gazdasági munkakörbe, a Magyar Paprika Iparnak lettem vezérigazgató helyettese, és itt voltam egészen 1950 elejéig. 1950 augusztusában egy szép napon három ember kopogtatott a lakásomnak az ajtaján, az ávósok letartóztattak, azzal a részemre bizony nagyon furcsának ható váddal, hogy államellenes összeesküvésnek voltam részese, kémkedtem, gazdasági szabotást követtem el, és ez volt aztán a legérthetetlenebb a részemre, fegyveres államellenes összeesküvésre szervezkedtem. Így kerültem el Kistarcsára, a Andrássy út 60 vallatószobáiból, és két hetes ott tartózkodás után elhoztak ide Recskre a munkatáborba.
ide kerültem én a volt munkásmozgalmi fiatal, ráadásul még zsidó származású is, aki a Horthy rendszer éveiben is üldözött volt, és itt találkoztam arisztokratákkal, találkoztam munkásmozgalmiakkal is, és az ellenkező oldalról ide kerültekkel is, hortista katonatisztekkel, kulákokkal és munkásokkal, vagy kuláknak kikiáltott parasztokkal és munkásokkal, minden réteg ennek a társadalomnak, és kiderült, hogy alapvetően mindannyian egyet akarunk, az emberi tisztesség és az emberi jóság alapkérdéseiben egyetértünk, és nincsenek közöttünk jelentős különbségek. Ez volt életemnek a meghatározó nagy élménye, a Recsken eltöltött 3,5 év, ahol egy teljesen új képet kaptam arról, hogy hogyan kell és hogyan lehet embereket elbírálni. Ha megpróbálunk bármiféle rendszert állapítani meg abban, hogy minek az alapján hoztak ide embereket, akkor nem lehet semmi mást mondani, mint az, hogy azokat hozták ide, akik az önálló gondolkodás megbocsáthatatlan bűnében leledzenek.